A közelmúltban egy csaknem 30 millió forintos Mercedes típusú esetkocsival gazdagodott a püspökladányi mentőállomás eszközparkja. Az új Széchenyi terv keretében egy 2014-ben elnyert társadalmi infrastruktúra operatív program pályázat révén két új típusú esetkocsit kapott, ebben az évben a mentőállomás, melynek második kocsia nemrégiben érkezett meg. Ennek kapcsán kerestük fel Szűcs Imrét, a püspökladányi mentőállomás vezetőjét, és kértük meg arra, mutassa be az új esetkocsit. Ez egy 2014-es projekt, ennek keretében kaptuk a Volkswagen Crafterünket is, ami ugye hamarabb kiérkezett, és azt már láthatták a nézők. Ez pedig körülbelül egy két hónapja érkezett, ez is ennek a keretén belül. Hát ez egy tiopos pályázat, ez egy esetkocsi, Mercedes típusú, hát sürgősségi ellátásban ugye ezen ül az orvos, illetve a mentőtiszt, három személy vonul vele, a legsúlyosabb esetekhez ezzel vonulunk. Az esetkocsi belső tere a lehető legpraktikusabb módon lett kialakítva annak érdekében, hogy a felszerelés könnyen elérhető és megfelelő módon tárolható legyen. Felszereltségében, tehát eszközökben lényegében a régi eszközök vannak még rajta, de a kocsi felszerelése, tehát ahogy kaptuk, az teljesen korszerű. Tehát megismét csak a Volkswagenhez tudok hasonlítási alapot mondani. Lényegében ezek a kocsik már úgy készültek, hogy összeült egy bizottság, és eldöntötték, hogy a kollégáknak, tehát nekünk, illetve a betegellátást hogy tudnák segíteni. Tehát ez alapján alakították ki a belső teret, rengeteg kis eldugott kis fiókot, hogy ne zavarják a betegellátást, de ennek ellenére rengeteg eszközt el tudunk úgy dugni, hogy lényegében nem is látszik. Szűcs Imre bemutatta televíziónknak az esetkocsi belső terét, a különböző fiókok, rekeszek funkcióját, valamint a bennük elhelyezett eszközöket is ismertette. Tehát akkor egy pár szóval bemutatnám az esetkocsit. A kis rejtett kis ajtók mögött ugye, hogy miket tárolunk, lényegében minden mentéstechnikai eszköz, tehát medenceövtől kezdve infúzióállvány, lepedők, ezeket próbáltuk úgy kialakítani, hogy betegség csoportokhoz kapcsoltam, tehát mikor mondjuk balesethez megyünk, akkor úgy nagyjából egybe legyenek a cuccaink. Tehát ezekben a kis fiókokban vannak az ampullás gyógyszereink, injekciók. Alatta foglalnak helyet a táskák, amiket majd kívülről meg is mutatok, ugyanis ez a kocsit úgy alakították már ki, hogy a gépkocsi vezető mikor kiszáll, a kocsinak a másik oldalán is van egy ajtó, és azt elhúzva, onnan már ki lehet venni táskákat, illetve vákummatracot, tehát a helytakarékosság szempontjából így felosztották a gépjárművet. Ez egy fűthető fiók. Ebbe foglalnak helyet az infúziók, amiket már ilyenkor ugye testhőmérsékletre kell melegíteni. Hát a többi fiókokba pedig oxigénmaszkok, kötszerek, légútbiztosításnak az eszközei, tehát tubusok. A falon látható paneleken pedig ugye EKG egybe a defibrillátorral, lélegeztetőgép, leszívógép, mindjárt leszívó, akkor ott a perfúzor. Ezt már úgy alakították ki,
hogy ezeket a paneleket akár egybe le lehet venni, és a panelhez vannak rögzítve ezek az eszközök, mert régen az esetkocsiknak az oldalát furkálták ki, és akkor úgy lettek ezek fölfogatva. Ennek a következménye az lett, hogy az évtizedek során olyan volt, mintha golyózáporba lettek volna ezek a kocsik, annyiuk volt már rajta. De ezek a panelek tényleg levehetőek, cserélhetőek a kocsik közt. És akkor a bal oldalamon lehet látni egy lényegében egy vezérlőpanelt, innen egyszerűen lehet világítást, klímát, fűtést, infúzió, vagy gyógyszerhűtőnk is van, az infúzió melegítőnek is a hőfokát itt lehet állítani, tehát ezzel a kis panellel mindent lehet. Egyszerűen itt a rádiónk, itt pedig branülök, tűk, tehát ezek is ilyen kis korszerű kis fiókokba foglalnak helyet. A régebbi típusú kocsiban az olyan eszközök, amelyeket kevésbé használnak, sok helyet foglaltak, most a kialakított rekeszek révén ezek jól tárolhatóak lettek. Jó, itt a hordágy mellett, itt is hozzá lehet férni, tehát itt vannak az olyan eszközök, amik ugye nem nagyon kellenek. Vákumleszívó. Tehát ezek nem olyan szükségesek, de mégis ugye helyet foglaltak régen, úgyhogy ezeket most ide beraktuk. Hát hátam mögött a stiffnek, tehát ez a nyakrögzítő gallér látható. Van egy gerinc. Tehát egy bordunk is. Gyomormosó. És itt van a kis kocsink, amivel beteget, főleg itt Püspökladányban a lépcsőházakban ugye csak azzal tudjuk lehozni, mert a hordágy ugye nem fér el. A kocsi mindkét oldalán elhúzható az ajtó. A vezető ülés felüli ajtó mögött találhatóak azok a táskák és eszközök, melyekre a mentés során szükség lehet. Jó, és akkor ez, amit belülről mutattam az imént, hogy a kocsinak a másik oldalá is el lehet húzni az ajtó, és akkor itt foglalnak helyet a, vagyis itt foglal helyet a vákummatrac, a buborékfólia, kis oxigén palackok, illetve a táskák. A püspökladányi mentőállomás eszközparkja jelenleg 4 autóból áll. A központi irányító csoportban a beérkezett hívás után adják ki az utasítást, milyen típusú kocsinak kell kivonulni a helyszínre. A súlyosabb esetekhez, ahová orvos és mentőtiszt is szükséges, oda küldik az új típusú esetkocsit. Jelenleg 4 kocsi fut a püspökladányi mentőállomáson. Ebből ez a mögöttem látható Mercedes típusú. Itt a jobb oldalamon egy Volkswagen Crafter, és van 2 Ford Transit. Az újabbak inkább a kialakítás szempontjából jobbak, tényleg láthatóbbak, ledes fénytechnika van rajta, tehát ennek következtében tényleg jobban láthatóak éjszaka is. Hát csak egy modernebb. Az a irányító csoporthoz, mikor bemegy a hívás, ott ők döntik el lényegében az eset súlyosságától függően, hogy milyen típusú gépkocsi fog kimenni. Tehát, ahogy az előbb is elmondtam, a súlyosabb esetekhez megy az orvos sal, illetve mentőtiszttel felszerelt esetkocsi, a többi esetben pedig a többi gépjármű. Az új esetkocsi nagyban megkönnyíti a mentőszolgálat munkatársainak mindennapjait. A korszerű felszereltség, a jól kialakított belső tér hozzájárul ahhoz, hogy az életmentéshez szükséges feltételek a leggyorsabban elérhetőek legyenek. Munkánkat ez annyiba könnyebbíti meg, hogy tágas belső terét tekintve jobban elférünk a betegellátás közben az előző Mercedeshez képest.
Hát illetve korszerűségét tekintve, tehát klíma, külön hátsó fűtés, tehát ténylegesen korszerűbb gépjármű. Tehát télen is, nyáron is szerintem csak az előnyeit élvezzük.